Kérlek benneteket, testvéreim, most maradjatok álva, Istennek ígéjét szeretném felolvasni. Aki nem tud állni, nem bír már állni, annak lesz, ülni is, de aki tud, kérem maradjon álva. János Evangélium 15. rész, első versétől a 8-ig fogom olvasni. A Károli Gáspár fordítása szerint. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemec, mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam. Néktek! Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővesző, és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vettik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek abban dicsőítik meg, dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Ámen. Most foglaltuk helyet, testvéreim. János Apostól az Úr Jézus szavait idézi, amikor azt mondja a 15. rész első versében, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Az Úr több helyen kezdi beszédét ezekkel a szavakkal, hogy én vagyok. Aki szeretné, az foghat egy papírt és egy ceruzát, és felírhatja a prédikációban idézett biblia helyeket magának. Ajánlom a gyerekeknek is, hogy vegyetek egy papírt és szeruzát. Egyszer azt mondja az Úr Jézus, János, 6. rész, 35. és a 48. verseiben, Én vagyok az életnek kenyere. Egy másik helyen, János 8.12. Én vagyok a világ világossága. János 10.7. Én vagyok a juhoknak ajtaja. János 10.11, Én vagyok a jó pásztor, János 14.6. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Vagy mint a mai gében, János 15.1. Én vagyok az igazi szőlőtő. Az Úr Jézus. Különböző a tanítványok mindennapi életéből vett szép példákon keresztül rendkívül szemléletesen tanít bennünket Isten országára. De tudjátok, én ezt hamar megértem, ha az Úr azt mondja magáról, hogy ő az út, a világosság vagy a jó pásztor. De hogyan értsük ezeket a szavakat, hogy ő a szőlő tőke. Miért nem hasonlítja magát egy erős, nagy fához? Hát nem igenhez, mondjuk egy fenyőfához, vagy egy nagy tölgyfához. Talán azért, mert a szőlő az egyik leggyorsabban növekvő fafélesség, amit mi ismerünk. Mert Isten nem arra teremtette a szőlőt, hogy a szép lassan, hosszú évek folyamán növekedjék fel, úgy, ahogy a keresztény gyülekezetre is az a jellemző, az kell, hogy a jellemző legyen, hogy gyorsan, szinte szemmel láthatóan növekszik. Feltéve ugye, ha Krisztus maga az ő drága szent lelke, szent szelleme által ott, ebben a gyülekezetben, a hívők szíveiben lakozik. Ugye, ahogy ma, ma délután is láttuk, itt az Úr szent lelke dolgozik. Ezt éreztem én is, és a testvérek, aki sírtak, ők is érezték. Ha az Úr dolgozik, akkor a szíveinket nem hagyja az nyugton. Most már olyan kíváncsi vagyok, testvéreim, nézzük meg együtt, hogy mit is mond a Biblia más helyeken a szőlő tőkéről. Találtam egy szőlőtőkét mindjárt a Biblia elején. Mózes 5. könyvének a 32. részében. Ki tudja, milyen szőlőtőke lehet ott? Majd én segítek. A 32. és a 30. 33. versikben ez áll. Mert az ő szőlőjük, sodoma szőlője és gomora mezősége. Bogyóik, mérges bogyók keserűek a gerezgyeik, sárkányok mérge az ő boruk, áspis kigyónak kegyetlen epéje. Hú! Testvérem, az ilyen szőlőnek, a sodoma szőlőjének bizony nem sok a köze az Úr Jézus szőlő tőkéjéhez. Ilyen a világi élet szőlő Úgy, mint sodomán és gomorán is, már Isten ítélete van rajta. Izsvás profita könyvének az Ötödik részében, az elsőtől a hetedik versekig találkoztam egy másik szőlőtőkével is. Ki tudja, milyen szőlőtőke lehet ottan? Igen, jó, 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 jó a megoldás. Hadd olvasom fel. Maradjatok ülve természetesen. Hadd énekelek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van, nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, és közepére tornyot építetett, sőt, benne már sajtót is vágatott, és várta, hogy majd jó szőlőt terem. És az vad szőlőt termet. Mostan azért Jeruzsálem lakosi, lakosai és Jóda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között! Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termet? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék. Elrontom kőfalát, hogy eltapottassék. És pallagát teszem. Nem metszetik és nem kapáltatik meg. Tövis és gazveri föl. És parancsolok a felegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza. És Júda férfiai, az ő gyönyörűséges ültetése és várt jogőrzésre, és ímlőn jogorzás, és írgalomra és ímlőn síralom. Hát ez az ítélet. Ne féljetek testvéreim, az Úr itt nem rólunk beszél, én nagyon remélem. Ez az Ó Testamentum szőlőtőkéje. Itt Izrael népéről van szó, de azért, amikor készültem a prédikációra, egy kicsit azért mégis megszeppentem. Mert mi is ebben a világban élünk, majdnem ugyanolyan napokat élünk át, Szerintem ez a kanadai világ, meg a mai magyarországi világ nem különb, mint annak idején Izraelben volt, vagy korábban Sodoma és Gomora világa. Hiszen az ezt követő szavak, a 11. és a 12. versben akár hozzánk is szólhatnának: Jaj azoknak, akik jó reggelen részegítő ital után futkosnak, remélem ilyen nincs közöttünk, és mulatnak estig, és bor hevíti őket és citera, land, dob, síp és bor van lakodalmokban. De az Úrnak dolgát nem tekintik meg, és nem látják kezén egy cselegedetét. Ha mégis volna itt közöttünk olyan valaki, akit ezek a szavak érintenek, passzol rád, akkor sürgősen tér meg az Úrhoz, ne késlekedj, nehogy Isten ítélete kerüljön életedre.